Az Európai Unió tagországainak sikerült elérni, hogy náluk a számlatulajdonosoknak ne kelljen konverziós díjat fizetni akkor, ha pénzüket euróra váltanák. Hazánk viszont még a csatlakozásra váró országok között van, ezért ránk egyelőre nem vonatkoznak ezek a feltételek. Ezen azonban nem kell nagyon meglepődni, mert ott, ahol viszont nem kérnek a bankok pénzt az európai szabályozás miatt, ott beépítik ezt a konverziós díjat az árfolyamokba, az eladási és a vételi árfolyamok közti különbségekbe. Az euró árfolyamairól szilveszterkor értesülhetett a nagy érdemű. Egy euró például 1,95 század márkát, 0,7 írfontot vagy 1936 lírát ér. Ezek az árfolyamok egymáshoz és az euróhoz képest is örökre így maradnak. Naponta változik viszont az az arány, amely az eurós csatlakozásra váró országokra érvényes. Így például ma 1 euró 252 forintot ér. Az a magyar bankároknak nagyon jó hír volt, hogy a forintot is jegyzik, ez elsősorban politikailag ér sokat. Másik oldalról viszont az Európai Központi Bank azért ad majd irányadó információkat a Magyar Nemzeti Bank számára is, abban a tekintetben, hogy erősnek vagy gyengének érzi a forintot, és az Európai Központi Banknál jegyzett forint árfolyamban jobban hat majd a kereslet és a kínálat, mint a Magyar Nemzeti Bank a folyamatos, szabályos leértékelésére. Devizaszámlánkról tehát az Európai Unió tagországaiban már fizethetünk így. A konverziós díjak elkerülése véget, akkor gazdaságos ezt tennünk, a pénzünket saját bankunkban is euróban tartjuk. Ismét új okmányokkal gazdagodhatunk. Január 1-től bevezették a gépjármű törzskönyvet, és akár új forgalmi engedélyünk is lehet. Egyelőre csak az új autók tulajdonosai, az év közepétől pedig már bárki hozzájuthat az új papírokhoz. Mint Szabóné Késmárki Andreától megtudtuk, az újdonságon kívül az új törzskönyv annyiban más, hogy sokkal nehezebben hamisítható. A műanyag lapocskát és a hozzátartozó igen szép borító lapot egyelőre nem kaphatja meg mindenki. Azokra vonatkozik ez a rendelkezés, akik 1999. január 1-jét követően Magyarországon még forgalomban nem helyezett gépjárművüket kívánják forgalomba helyeztetni. A törzskönyvet ellentétben a forgalmi engedéllyel és a jogosítvánnyal nem kell az autósnak mindig magánál tartania. Őrizik biztonságos helyen, mert elvesztés esetén csak hosszas procedúra után kaphatunk újat. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a jármű tulajdonosa a törzskönyvet ne tartsa magánál, rendőri igazoltatáskor nem kell felmutatni, mindenképpen otthon tartsa, de akár lehet banknak a széfjében vagy páncélszekrényben is tárolni, ez a legbiztonságosabb. Új forgalmi engedély is bevezetésre kerül január 1-től. A nehezebb hamisíthatóság mellett kicsit kisebb és színesebb, valamint adásvételkor még plusz teendőink is vannak vele. Az új típusú forgalmi engedély a törzskönyvvel együtt kerül kiadásra. Azoknál a gépjárműveknél, amelyek most kerülnek első forgalomba, és ilyen forgalmi engedéllyel vannak ellátva, elidegenítés esetén a forgalmi engedély harmadik úgynevezett bejelentő lapját a régi tulajdonosnak le kell választani a tőszelvényről, és ezt a bejelentő lapot a rendőrségen elhelyezett gyűjtőládába be kell dobnia. Most első lépésben az új forgalombehelyezéseknél kaphatunk ilyen okiratokat, de június 30-ától a régi autók is jönnek sorban. A januári benzináremelést a különféle szolgáltatók más és másféleképpen valósítják meg. Az átlagos 15%-hoz képest van, aki többet, van, aki kevesebbet emel. A MOL-nál 12 forinttal drágult átlagban az üzemanyag. Az ómozatlan 91-es 158,90, a 91-es keverék 160,90, a 95-ös 162,90, az ES98-as 171,90, az AB98-as 173,90, és a gázolaj pedig 148,90 forintba kerül január 1-től. A Shell-nél, mint ahogyan azt megtudtuk, igyekeztek egy kicsit az országos átlag alatt maradni, így náluk 11 forinttal emelkednek az üzemanyagféleségek. Az országban, s így Pécsett is, január a drágulás hónapja. Az ivóvíz és csatornadíj egységesen 12,79%-kal nő.
A szemétszállításért június 20-áig háztartásonként általánydíjat kell fizetni a lakóhelyiségek számától függően. A piaci és vásári helyfoglalási díjak közel 15%-kal nőnek. A kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás 14,5%-kal emelkedik. 6,8%-kal drágul a villamos energia, de ezen belül az átlagnál jobban 9,1%-kal a lakossági áramdíja. Egy darab buszjegy 80, a tanuló és nyugdíjas havi bérlet 725, az összvonalas havi bérlet 2225 forintba kerül. A tarifa emelés a tömegközlekedésben átlagosan 14,4%. A MÁV 15%-kal növeli árait, 100 kilométerre 570 forint helyett 654 forint a menetjegy. A távolsági buszokon 100 kilométerre az eddigi 726 forint helyett 828 forintot kell fizetni, az emelkedés átlagosan 13%. Többet fizetünk a benzinkutaknál is, ugyanis tovább növekszik az üzemanyagok adótartalma. A MATÁV RT az impulzus szerinti elszámolásról áttér a másodpercenkénti számlázásra. Megszűnik az impulzus kedvezmény, ugyanakkor minden kapcsolásért 6 forint 60 fillért plusz 25% áfát kell fizetnünk. Az eddigi 4 időzóna is 3-ra szűkül, s a telefon előfizetési díjak is nőnek. A postai küldemények kézbesítése és a postai szolgáltatások átlagosan 10,5%-kal kerülnek többe. A támogatás nélkül árusított patikaszerek közel fele 10-11%-kal drágul. Az alapvető élelmiszerek ára 10-15%-kal emelkedhet, attól függően, milyen mértékű lesz az állami támogatás, s hogyan változnak a költségek. Az előrejelzett 11% körüli infláció mértékét az eddig említett emelések túlhaladják. Igaz, lépegető exkavátort még nem vettünk, de nem is ruházkodtunk, nem kulturálódtunk, és egyéb tartós cikket sem vásároltunk. Mindebből könnyen kikövetkeztethető, drágább lesz az élet. S minden ellenkező híreszteléssel szemben egyre több embernek vannak komoly megélhetési gondjai. Idén is emelkednek az árak, mint minden január 1-én. Drágább lesz a víz, a villany, a telefon, a tömegközlekedés, a vasúti jegyárak, a benzin és szinte minden, ahogy ezt már megszokhattuk. Gyors közvéleménykutatásunkból az derül ki, hogy az emberek nem igazán vannak meglepve az áremelések hallatán, de nem is igazán örülnek neki, kevés kivétellel inkább csak beletörődtek. Hát ez minden évben így van. Nem örülök neki, de hát ellene tenni nem lehet. Nem ezekhez a fizetésekhez vannak az árak, kalkulálva az biztos. És mit szól az áremelésekhez? Hát ez egy tragédia. Hát nem örülünk neki, természetesen mi sem. Mint azt hiszem, hogy nem tudom, hogy tudom neki örülni neki. Már megszokta az ember, ez már nem újdonság. Még ilyen nem volt, hogy valami olcsóbb lett volna, csak drágább. Bérek nem mennek, csak az árak. Ezt azt nem tudom. Úgyhogy ez ma egy... Hogy mit hoz az ár? Nyomort. Szinte törvényszerű a piacgazdaság átalakulásával. Csak az nem törvényszerű, hogy tulajdonképpen melyik kategóriához nyúlnak. A bizonyos közös kosárból. Nehéz ügy, de az az érzésem, bármilyen kormány lenne hatalma, mindenkinek meg kellene ezt tennie, mert egyik oldalon adnak szociális utatásokat, és azt a másik oldalon be kell hozni, mert a kassa üres. Hát reméljük, hogy a mi kasszánk nem ürül ki teljesen az áremelések havában, januárban.